tud eltemetni a halottakat, vagy eddig még nem találtuk meg őket, nem mondjuk biztosan. Viszont amit találtunk, az a menekülésnek a nyomai. Az Árpád-kori háza pusztulási rétege és a település házai között septében elhantolt embereknek a maradványai. Egy ilyen sírról vagy temetkezésről beszélek én önöknek. Igazából ennyit, hogy mit is találtunk. Miért ott találtuk? Miért ott volt a Muhi csata, ahol volt? Ha megnézik a hátam mögött a térképet, a Kárpát-medence térképét, vagy magunk előtt fölrajzoljuk a Kárpát-medence térképét a hegyekkel, illetve az Alfölddel, akkor igazából egyetlen egy út van előttünk, hogyha az orosz kaputól el akarunk menni Pestig, illetve Budáig, a hegyek és az Alföld találkozásánál vezető nagy királyi út. Ezen jöttek ugye gyakorlatilag keletről a tatár hódítók is, és később ezen csalogatták vissza maguk után a királyi seregeket. Hogy merre, hogyan lehetett pontosan haladni, a legjobb segítőnk ki ismeri igazából a 13. század topográfiáját a legjobban, Anonymus. Anonymus, amikor leírja a honfoglalás történetét, igazából a saját korának a viszonyait is visszavetíti, és amikor azt mondja, hogy átkeltek a Sajón Árpád seregei, akkor tudjuk azt, hogy igazából mit tekintettek a 12. század végén, vagy a 13. században egy fő átkelési helynek. Ez volt az, ahol a tatárok is átkeltek. Tudjuk a korabeli leírásoknál, hogyha keresnénk a csata helyét, akkor kell keresünk egy folyót, ez a Sajó folyó, és kell keresünk rajta egy hidat, ahol a történet, ahol a csata zajlott. Múj középkori falu ettől a folyótól, ettől a hídtól egy 4-5 kilométeres távolságban található. Hogyha megnézzük a második katonai felmérésnek a térképeit, ez az a felmérés, ami talán azt a viszonyokat legjobban ábrázolja, amikor még nem tettük tönkre a vizeinket mindenféle szabályozással, ami megmutatja, hogy hol alkalmas a terület arra, hogy táborozzanak seregek. Egy 5-6 kilométerre volt az átkelőhelytől a középkori Muhi falu, illetve Muhi mezőváros, későbbiekben a Muhi mezőváros. Itt került elő egy nagyon érdekes temetkezés 2001-ben. Látható a képen, hogy nem egy klasszikus sírról beszélünk, tehát nem nyújtott helyzetben helyezik a halottat a sírba, hanem ez egy gödör volt, két embert is a sírba dobtak, hevenyészve. Először, amikor föltártuk, úgy gondoltuk, hogy ezek, akkor még nem láttunk leleteket mellette, hogy zsugorított őskori temetkezés lesz, volt néhány ilyen a feltáráson, de aztán ahogy lassan jöttek elő a régészeti leletek a sírok mellől, látható volt, hogy ez bizony egyértelműen a tatárjáráshoz köthető temetkezés lesz. Említettem önöknek a pusztítást. Ez az a légifotó még az 1960-as évekből, amit már itt lefotózzák, nem láthatnák. Ez az a sáv, ami a középkori Muhi főutcáját mutatja. Itt ezek a világos sávok az elszántott házaknak a nyomai. Itt volt középen a templom, kicsit kiszélesre lett körülötte a főutca, amikor föltártunk a késő középkori település 30 méter széles főutcáján a szekerek nyomai is ott voltak. Ezen most teljesen telibe megy az autópálya. Meghagyta nekünk persze a település nagy részét, de a főutcából egy jó 200 métert elpusztított. Bejelöltem pirossal, hol kerültek elő ezek a temetkezések, amiről beszélünk, illetve zölddel az Árpád-kori temetőnek a helyét. Látjuk azt, hogy ezt a temetőn kívül gyakorlatilag ezeket az embereket egy gödörbe helyezték el. Két ember van, és gyakorlatilag az egyes, a római egyes számmal jelölt ember, nem voltak olyan halotton, voltak olyan viseleti tárgyak, olyan fegyverek, amelyek segítenek minket igazából egy kicsit a történetet kibogozni. Pontosabban segítenének, ugyanis túl sok jó tárgyunk van. És ha el akarok mondani egy történetet, megkérdezik, hogy melyik oldalon harcoltak, akkor el tudjuk mondani egy olyan történetet is, hogy a magyar oldalon harcoltak, és utána a tárgyakat másképp csoportosítva azt mondom, hogy nem, ők az ellenfél oldalán harcoltak. Nézzük meg, hogy milyen tárgyak ezek, talán önök egy kicsit ezt ugyanúgy végig tudják
gondolni, és tovább tudja gondolni ezt a történetet. Nagyon fontos, amikor a feltárásokat végezzük, hogy az előkörült jelenségek szintadatait nézzük meg. Itt a szintvonalakat bejelöltem, most nem szerintem, ez 102 méteren van ez a szintvonal, és 101,8 méteren kerültek el a sírok. Ez azt jelenti, hogy nagyon magasan vannak a sírok. A szántás részben bolygatta őket, valamit elpusztított őket, de azt is jelenti, hogy az egy nagyon hevenyészvásott gödör volt. Tehát az Árpád-kori település többi gödre lényegesen mélyebb volt, lényegesen fedettebb volt, de gyakorlatilag elsőleg egy kis gödröt bedobálták az embereket, és utána érték tovább az életüket az emberek. Honnan tudjuk, hogy amúgy csatából származnak? A mi szerencsénkre a halott lábainál, pirosra bekarikáztam, 6 darab olyan DNR-t találtunk, ami hát nagyon érdekes, egy 20 évvel korábban ezeket a Béla Rex feliratú pénzeket gond nélkül harmadik Bélához tulajdonították volna, és aztán Tóth Csaba, numizmata kollégám kutatásai eredményeképpen, aki szisztematikusan megvizsgálta a tatárjáráskori kincsleleteknek a pénzleleteit, kiderült, hogy ezek az érmek, 2064 típusú érmek gyakorlatilag bizony minden negyedik Bélához köthetők, gyakorlatilag ez az éremlelet, ami feltétlenül a halottnak a harisnyájában volt betéve, egyértelműen meghatározza ennek a leletanyagnak, ami mellette található tárgyaknak a korát, és így a temetkezésnek a korát is. Mi került elő? A legérdekesebb az a halott övének a szerkezete. Úgy tűnik, hogy itt a halott övén mindent úgy, ahogy volt, nem rabolták ki, bedobták a gödörbe, és a kése kivételével igazából minden előkerült. Nézzük végig, mik voltak az övön. Az egyes számon jelölt tárgyunk egy nagyon érdekes tárgy, itt van kinagyítva, egy kb. 30 cm hosszú, kétágú vaspálca, akár egyébként nem zavarom össze a történetet, de amikor honfoglaló sírokat bontunk, akkor a tegez oldalán hasonló vastagságú pálcák vannak, de köze nincs hozzá. Van egy kis baltás vége, illetve egy kis fogantyú van rajta, ahová bőrszíjak átfűzők. Gyakorlatilag ez egy késtok merevítő. Erre kerül rá gyakorlatilag egy bőrtok még, és ebbe kerül igazából az embernek a kése, és a kése nem került elő belőle. Ez a késtok merevítő igazából, hogyha megnézzük, hogy hol használják, majd meg fogjuk nézni a párhuzamait, akkor látjuk, hogy igazából ezt az ember alapvetően a Kárpát-medencéhez köti. Van a Sátron Nemzeti Múzeumnak 6 tárgy van benne itt. Hunüst, Nagyszent Miklósnak a másolata, egy honfogott tarsai lemez, buzogány, és mindig megkérdezik a látogatók, hogy kik voltak, milyen nyelven beszéltek. Nincs ember, aki megmondja a régészeti tárgyakról, hogy milyen nyelven beszélt a használója. Tehát itt most régészeti tárgyakat fogunk egymás mellé tenni, próbáljuk szűkíteni azt a területet, ahol élhetett az illető, de nem tudom megmondani, hogy milyen nyelven beszélt, és igazából milyen identitású ember volt. Ami nagyon érdekes volt a halott övén még, a késen, illetve a késtok merevítőn túl, egy olyan unikális vasból készült nyolcszögletű buzogány, ami igazából egészen addig, amíg ez a temetkezés előre került, ismeretlen volt a Kárpát-medencéből. Elkezdtünk nyomozni ennek a buzogánynak a párhuzamai, után mindig keresünk, hol lehet hasonlót találni, és azzal próbáljuk értelmezni. Találtunk a Nemzeti Múzeum gyűjteményében egy ilyen tárgyat, Eger környékéről származott, legalábbis a leltárkönyv szerint. Sajnos nem volt pontos lelési körülménye, beírták a leltárkönyvbe, hogy feltehetően 16. századé. Nem, éppen ez az a buzogány, ami mutatja, hogy nem, ez bizony egy 13. századi buzogány kell legyen. És aztán, ahogy haladta az idő, kollégáink Dunaföldvár mellett föltártak egy tatárjáráskori, nem tömegsírnak, hanem egy gödörsét, bele voltak dobálva emberek, és ott is egy ugyanilyen buzogány volt bedobva a temetkezésbe. Tehát gyakorlatilag ez a buzogány típus, menjenek át a Nemzeti Múzeum sátrába, korábbi időszakban ezek a tüskés vagy csillag alakú buzogányok jellemzőek. Ez a buzogányforma nem volt ismert, csak ebben a rövid időszakban jelenik meg a Kárpát-medencében. Sem előtte, sem utána nincs. Tehát megint csak az, hogy a
a tatárokhoz köthető, a tatártámadáshoz köthető ez a buzogány típus. Még ugye a késtok merevítőnk azt kell mondjam, hogy egy általános történet a Kárpát-medencében. Ha tovább megyünk a halott melletti tárgyaknál, ott, ahol a pénzek előkerültek, a lábánál volt egy nagykarikás csikózabla, gyakorlatilag egy hármas bordával elkészített nagykarikás csikózabla. Megint, ha megnézzük a párhuzamait, akkor azt mondjuk, hogy ezek viszont Magyarországon már ismertek, tehát kulakhoz köthető temetkezésekből ismertek ezek a történetek. Tehát gyakorlatilag van egy általános tárgyunk, van egy keleti, egyértelműen keleti eredetű tárgyunk, a csikózabla pedig azt mondjuk, hogy gyakran előfordul kunokhoz köthető temetkezéseknél. És akkor menjünk sorra, nézzük végig a tárgyainkat, amelyek még segítenek. Említettem már a késtok merevítőt, itt mutatok egy ábrát önöknek, hogy hogyan használták a múhi halott alapján. Hát ezt már kellett rajzoljuk. Szépen lehet rekonstruálni, ténylegesen ez egy feltételezés volt, hogy így használták a múhi lelet alapján. Ennek a használatát szépen meg lehet rajzolni, és látjuk azért, hogy jó részt a Kárpát-medencére jellemző ez a viseleti tárgy, de természetes módon azért, mint ahogy a divatcikkek is vándorolnak, azért a Kárpátoktól keletre, Bulgária területén ugyanúgy előfordul ez, de azt kell mondjuk, hogy egy helyi közép-európai szokásnak tekinthetjük a történetet. Ha a buzogányt nézzük, említettem már a Magyar Nemzeti Múzeumban Egerből előkerült példány, gyakorlatilag teljesen olyan, mint a mi példányunk, és hogyha távolabbi párhuzamokat nézzük, akkor azt kell mondjuk, hogy igazából hát tényleg arra a területre kell menjünk, messzebb kell menjünk, egészen Irány területéig, tehát keletre kell menni, ahonnan bizony a hódítók 1741-ben jöhettek ilyen tárgyak, tehát ezt igazából talán a tatár hódítókhoz köthetjük. Ami nagyon érdekesség, ami érdekessége még a halott övének, hogy a késtok merevítőn és az övébe helyezett buzogányon túl előkerült egy ilyen rozsdás összerozsdásodott vas csomó. Mielőtt még elkezdtük volna vizsgálni a vas csomót, lehet látni rajta, hogy itt bizony valami textil maradványok vannak még a vas csomón. Lépjünk tovább, mi lehetett ez a vas csomó, megröngeneztük a tárgyakat, és a röngen felvéte egyértelműen mutatja, hogy ez egy láncpáncélnak, egy tenyérnyi láncpáncélnak a foltja, gyakorlatilag egymásba szegecselt szemekkel. Szintén hol helyezkedik el gyakorlatilag a halott övénél, a derekára téve. Ugye fontos, hogy hol van a helye a sírban az adott tárgynak. Mellette találtunk természetesen kovakövet, mint minden normális tarsajban azért a tűzszerszám ott van, tehát kovakövet, tehát itt is a vas csomóra korrodálódott textil maradványok alapján, a kovakő alapján, a helyzet alapján azt kell mondjuk, hogy egy tarsolyt találtunk. Egy olyan tarsolyt találtunk, amihez kapcsolódik valamilyen formában egy láncpáncél darab, egy tenyéri láncpáncél darab. A zabárdi avar temetőnél, tehát lényegesen korábban végeztek feltárásokat a kollégák, és ott is előkerültek a halottak övénél ilyen kis láncpáncél darabok. Ott a kolléganő úgy interpretálta ezeket a temetkezéseket, hogy tehát női temetkezések voltak, és a férjüknek a láncpáncél darabja bekerült a tarsolyba. Itt inkább azt kell mondjuk, hogy nem, ez a tarsolyt díszítette. Tehát ez egy harcosnak a tarsolya volt, aminek tenyérre láncpáncél volt benne a tarsolyt kellékeiben. És bizony, hogyha elindulunk megint csak részint keretre, részint kopogtatunk a kunoknál, akkor bizony a kunoknál találhatunk ugyanilyen gyakorlatilag tarsolyokat, amelyek láncpáncél darabkákkal vannak díszítve. Tehát gyakorlatilag itt egy nagyon érdekes történet van, egy keleti fegyverrel, egy közép-európai késtok merevítővel, egy talán a kunokhoz köthető láncpáncél díszes tarsollyal, és ugye ott vannak a pénzek a történetünkben. Említettem már a
átkendje az ablának a párhuzamait. Ha megnézzük igazából, hogy temetkezésekben hol kerülnek elő, akkor Bánkút, Kunszentmártól, Tiszaföldvár, mind hunokhoz köthető temetkezéseknél fordul elő ez a típusú zabla típus. És mint említettem, volt a Tarsolyban egy kovakő is. Régész volt az illető, mert ez egy őskori kovakőnek a másodlagos felhasználása, de ez természetes dolog igazából ebben a világban. A történet igazából szerencsés volt, mert meg tudjuk határozni a pénzek alapján, hogy tatárjeleskori egyértelműen. Azt is tudjuk, hogy valami könnyűlovas harcosnak lehetett a sírnak nevezem igazából a gödre, de hogy melyik oldalon harcolt, ezt én meg nem mondanám. Tehát túl sok a tárgyunk ahhoz, hogy igazából állást foglalhassunk. És akkor mi a következő lépés? Hogyan tudom ezt tovább rajzolni? Az a szerencsénk, hogy az elmúlt időszakban a fogaknak a stabilizatók vizsgálatával meg lehet határozni, hogy az ember hol gyerekeskedett. Melyik régióban gyerekeskedett, ez még hátra van. Annyira össze volt lapulva a koponyája, hogy arcrekonstrukciót nem lehet készíteni, de el lehet végezni ennek az embernek a fogainak a stabilizatók vizsgálatát. És akkor megtudjuk, hogy a Kárpátoktól keletre gyerekeskedett, és okosabbak leszünk nála, és melyik oldalon harcol. Megint csak nem tudom elmondani majd. Tehát még tovább kell valamilyen módon vizsgálódni, hogy igazából ezt a történetet fölfejtessük. Én igazából a kérdéseimet szerettem volna önöknek csak elmondani. Ennyit a múj csata halottairól. És ha még megengednek még egy mondatot, igazából a múj csatát említve mindenki megkérdezi, hogy hol volt az a bizonyos híd, hogy volt le az a bizonyos csata, amire igazából elég nehéz választani. Ami segíthet minket a korabeli településhálózatnak a vizsgálata, ugyanis hidat út mentén keresünk, az utak pedig a települések jelölik ki. Kb. 10 éve folytatjuk azt a kutatást, hogy a történeti Borsod megye elpusztult Árpád-kori falvait megkeresünk. Sikerült megtalálni középkori Sajóhídvég falunak a maradványait, ami egyértelműen leszögezi nekünk a Sajón lévő hídnak a keleti végét. A nyugatit tudjuk, az nagyjából az Ónodi várnál volt. Innentől kezdve van egy stabil pontunk, hogyha a múhi csatát szeretnénk kutatni. Bízunk benne, hogy még nagyon sok érdekes dolog ezzel kapcsolatban előkerül. Ennyit szerettem volna önöknek mesélni ebben a témában. Köszönöm szépen a figyelmüket! Úgy